Szóval, megyünk tovább, nincs kegyelem. Nézzék meg, kipirítottam a szalonnát. Nem is, én pirítottam ki. Rihárd kipirította a szalonnát. És külön elismerésem még egyszer mindenkinek, hogy a hangomat végighallgatják, mert az embernek a haja égnek áll tőle. Na, szóval, nézzék meg, kipirult ez a császár szalonna, és az a lényege, hogy az ízére van szükségem. Le is szűrhetném, de átöntöm inkább. Azért minden jótól ne fújjuk meg magunkat. Átöntöm inkább ide, és túros csusza lesz belőle. A túros csusza, az tészta. A Riárd nem állna itt ilyen nyugodtan, ha ön már nem ismerné ezt, amit csinálok. Ebbe a zsírba beleteszem a tejfölt, 12% zsír van benne, 12 zsírszázalékos tejföl, és konkrétan elkeverem benne. Ugye a 12%-ból itt lesz körülbelül mondjuk 30 vagy 50%-os tejföl. A 30%-os tejfölről azt kell tudnunk, hogy az a tejszín. És a 50%-os tejszínről meg azt kell tudnunk, hogy az a crème fraîche. Na most, ez körülbelül egy kis pohár tejföl, 5 deka szalonnának a zsírja, és igazándiból, nézzék meg, itt van egy jégsaláta, és ezt teszem bele tészta helyett. És akkor megint térjünk vissza a grillhez, csinál egy olyan salátát, csinál egy ilyen salátát, csinál egy ilyen pürét, vagy egyszerűen a zöldséget csak megsütő a sütőben, de itt lesz még zöldség, és nem kell krumplival, meg ilyesmivel, tehát egészséges. Lehet csinálni csajos grillpartit. Hát elég hülyén néz ki, de lehet. És akkor mi? Ja, és akkor lehet ilyeneket. Na szóval. Nézzék meg. Egyszerűen akkorára vágom, mint a csusza tészta. Elnézés, lenne egy kérdése. Tessék. Akinek gyomorsava van. Annak fölszívja ez is a gyomorsavat, úgy, mint a tészta, tehát ilyen telítettségérzetet ad? A tészta se szívja föl, az a probléma, hogy a tészta inkább fenntartja azt a gyomorülési zavart, ami aktuálisan egyébként, amikor megeszi a tésztát, úgy gondolja, hogy vagy az az érzet, hogy az javít, de hosszú távon magát a problémát konzerválja. Hát ez nem ronja. Ez teljesen jó. Jó, köszönöm. Na, a lényeg az, hogy ennyi az egész, ez is elkészült. Elég gyorsan készülnek. Tessék valamit. Nem. Cukkini tészta daráló gépet vettem, és a cukkinit, ha belerakom, ledarálja a spagetti tészta fazorra, és ugyanúgy, mint a jég nagyon salátát. Finom. Én is ettem már. És nagyon finom. Van egy is. Ilyen íze, amivel lehet húzni ilyen csíkokat. Igen. Az isteni jó. Finom. És olyan, mint a tésztát tenni az ember, és nem kell agyon nézni. Igen, csak egyet kell tudnunk, hogy... Kéri valaki? Minden ember azt szereti enni, ami fölnőtt. Na most. Mi túros csúszán nőttünk föl, de már nem ehetjük, viszont az ízét szeretnénk. Na ezért vannak az, hogy ilyen ételek jönnek. Mutathatnám, hogy például a habarás nem liszttel csinálom, hanem a csicseri borsót belekeverem a tejfölbe, az van leturmixolva, mert annak viszonylag semleges az íze, és mondjuk egy gombaleves, aminé kell a textúra, hogy olyan krémes legyen, azzal van behabarva és nem liszttel. Tehát ilyenek vannak, de attól az még gombaleves. Ja? Nézzük csak. Ez meg nagyon jó. Na, drága férfi társaim és hölgytársaim, nézzék meg, a következő étel egy sertéspörkölt lesz, jó? De a lényeg az, hogy ahhoz megmutatom,
hogy a karajt hogyan kell sütni. Nézzék, itt van egy szelet, ez körülbelül egy 6 dekás szelet, és ez a hosszú karajnak a része, és a 6 dekás szeletnek az a lényege, hogy megsózom. És szoktak ilyet roston sütni? Nem lesz rágos. De azért, én most megmutatom, hogy mitől nem lesz rágos. Nézzék csak! Beleteszem a sütőbe, vagy a serpenyőbe, így. És azt mondom neki, ne legyél rágos. És amíg az ott megsül, és ugyanez igaz csirkére, meg bármilyen húsra, hogy egy sütési technikát mutatok most, és ha így készítik, nem lesz rágós a húsuk. Na, addig készüljön egy sertéspörkölt, amit meg lehet csinálni csirkemellből, csirkecombból, harcsából. Itt van egy hagyma. Fölvágom. Na, milyen a csuszánk? Jó saláta? Jó, csak ezekre vigyázzunk, hogy rend legyen. Tehát ezt a vágónak mondjátok meg. Segítsenek egy kicsit. Mi kell a pörköltbe? Tessék? Kell bele hagyma, megvan. Akkor majd egyedül csinálom. Kell bele paradicsom egy kicsi. És nézzék meg, ez egy szál új hagyma, és egy paradicsomnak a fele. És ebből a húsból két adag lesz, meg kettő szeletet használok, ez két darab 6 dekás szelet. Ezt is fölvágom, jó? Így. Tehát hagyma, paradicsom van, mi kell még hozzá? Tessék? Paprika. Itt van egy kis paprika, ebből is egy negyed paprikát hozzáteszek, jó? Így. És akkor ez meg is van, ugye? Más nem is kell bele. És nem sokkolok senkit. Egy kis szalonnát az íze miatt mindig teszek bele. Ugye 860 kalória a szalonna. Annyit hadd kérdezzék meg, hogy milyen volt a túros csusza? Túros csusza nekem egy kicsit sótlan. Sótlan? Tényleg? Helyette sótlan volt. Hát nem baj, hát ezt megsózni meg lehet. De különben érdekes, nem? Érdekes. Tehát, és igen. Akkor egy tíz. Újra gondolt. Azért nem fogod ilyet csinálni? Nem, szerintem nem. Nem. Mi nagyon sokat csinálunk, én nagyon szeretem. Külön kértem a Pétert, hogy ezt tegye bele. És füstölt szalonna. Ez nem füstölt szalonna volt, ez császár szalonna, az a baj. Akkor, ha füstölt szalonnát tesz bele, még intenzívebb. De azért nem kellett kiköpni. Volt, akinek ízlet. Na jó, megnyugodtam. Sokkal jobban járnak, hogy megnyugodtam, mint hogy megsértődök. Na, itt van ez a szelet húsika, most megfordítom, és sütöm tovább. Egész pontosan így néz ki, látják? Ugye nem szúrok bele, azt is tudni kell. És akkor itt van a serpenyő, és megy bele egy kis a minden, ami a pörköltnek kell. És megsózom. Így. És utána pirul. Na most nézzék meg, közben a hús elkészült. És Péter, ez hogy nem ég el, áruld el? Micsoda? A hús, tehát így egyszerűen így ott hagyod. Hát mert nem tudom.
Nekem otthon biztos elég nem. Na, nézzék csak, itt van a husika. Megsült mind a két oldalat. És itt látszik rajta, hogy olyan fényes, ugye? Az a nedvesség, ami jön ki belőle. Ha hagyom egy kicsit pihenni, akkor az a nedvesség visszahúzódik, és akkor lesz puha az étel. Ugyanezt használom ennél a sertés karajnál is. Csak addig pirítom, amíg benne van a nedvesség. Ha tovább pirítom, akkor ugyanígy, mint egy rendes húspörköltnél, föl kell önteni vízzel és főzni. Ez a lényege. És emiatt, miután, és még ugye azok a alapanyagok is egyszerre puhulnak, meg egyszerre készülnek a hússal. Ezért mondtam a csirkecombot, csirke mellett karajt, sertésztüzet és a harcsát. Na, erre semmi más nem kell, más só van rajta. Itt van egy kis piros paprika. Így elkeverem. Ugye? És megy bele a tejföl. Úgy, és nézzék meg, el is készült a sertés paprikás. Most megkóstolom, hogy elég sós-e, jó? De így néz ki, nem csúnya, igaz? Na, és ezek csupa olyan étel, ami... Nem sós, nem sótlan, na. Te Péter, még annyit akarok kérdezni, annyira sokat nyúlsz így a forróhoz, hogy hányszor égeted el egy nap a kezed át, amikor a konyhába vagy? Most már nem, mikor gyerek voltam sokszor. Most már nem. Na és akkor itt jön a lényege, hogy nézzék meg, amit megmutatok. Itt a hús. Ugye látszik, hogy így ilyen lé van rajta. És nézzék meg, ha fölvágom, ugye pihent. Azt szokták mondani szelethúsnál, hogy annyi időt kell pihenni. Az látszik, hogy nem rózsaszín, tehát átsült, ugye? De nézzék meg mégis, ez a lényeg az egésznek, hogy megnyomom, és így jön belőle a lé. És amíg így csinál a hús, addig puha marad. Néhány hitetlen jöjjön és kóstolja meg. Összesen öten. Mert látom, pedagógiailag meg kell törnöm egy kicsit a monotonitást. Szigorúan fogja pedagógiailag. Meg drágán egyet, csak úgy a kezével. Úgy. Ön is. Nem válogatunk, ugyanaz a hús. Á, drágám. Nem tudom, sose tudtam. Micsoda? Állj, adja vissza, legyen szíves! Ezt megesszük együtt. Elég a felé. Csak hogy tudja meg, hogy mi a jó. Na, gyerünk, hipohonder kolléginám. Ugye? Nincs benned. Akkor együtt fekszünk, láttam, a másik felét én ettem meg. Igen, és ugye aki kóstolta, annak most azt kell látni, hogy magának a húsnak milyen fantasztikus íze van, ugye? Tehát nem ízé, pörköltet gyerünk, nyomjuk. Végülis hogy íz lett? Hát most már lehet, hogy csatlakozom az életmódváltók csapatába, mert eddig minden nyers volt, de valahogy mégis íz lett. Aha. Valószínű, hogy egy újat tudnak mutatni, ami kíváncsivá tesz. Bár nem tudom, hogy egy 12 órás műszakot egy ilyen turós csúszával végig tudnék-e csinálni,
Az az igazság, hogy valamit lefelejtett. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy egy óriás szelet hús kell mellé. De várjál, de nem. Tehát az nagyon fontos, hogy azt semmiképp sem javasoljuk, hogy egy megelőző étkezéssel 12 órát dolgozom. Muszáj közben megállni és enni. Tehát azt a kalóriamennyiséget, hogyha előre próbálja megenni, az biztos, hogy tévedéshez vezet. Tehát legalább kétszer, vagy 12, vagy inkább háromszor, legalább egy almát, vagy valamit közben enni kell. Tehát azt szoktuk egyébként javasolni, ez mondjuk kórházban, ugye kollégák vagyunk, kórházban azért nem olyan könnyen kivihető, hogy előre nem is kell meghámozni, csak felvágni és megmosni. Egy kis műanyag dobozba el lehet hozni a felvágott zöldséget, gyümölcsöket, és mondjuk egy kiadós reggeli, vagy szóval műszakot megelőző étkezés után, ha lehet, akkor óránként csipegetni, nasolni kell, csak nem mindegy, hogy mit. És ebből a szempontból... Az az igazság, hogy nagyon kicsi az összefüggés a kilók és az igény között. Tehát, hogy egy 40-50 kilós ember ugyanúgy nem tud egy másfél kilónál többet megedni, mint egy 100 kilós. Tehát körülbelül ennyi. Ez mondjuk a hivatalosan ajánlott 40 dekához képest azért majdnem a kétszerese, két és félszerese. Aztán ez tulajdonképpen fokozható. Tehát aki ugye erre ráállt 6-8 hónap után, simán megeszik 2 kilót. De ez inkább attól van, azzal van összefüggés, hogy mióta fogyaszt nyers zöldséget, gyümölcsöt. Az elején szerintem 20-30 deka is már nagyon jó, és egy 3 hónap után el lehet érni kb. Az 1 kilót, és 6 hónap után ezt még lehet fokozni. De semmit sem kell erőltetni, át fog alakulni hogy mit kíván. És ez a definícióhoz hadd tegyek valamit hozzá. Ez nem nyers. A nyers az ez a répa. Amit kapott, annak a külseje puha volt, meg kívülről megy a hő, a belseje meg nem nyers, hanem egy picit roppanósabb, tehát félig elkészült, de nem nyers. Úgy hívják, hogy res. Roppanós, res. De nem nyers. Jó? És akkor eddig mindig látták, ugye, hogy semmi más nem használtam, csak sót. Pörkölt ízlet. Ugye, de mindenki, aki kétkedve néz, az azt mérje föl, hogy jön valaki, vagy készít valamit, és nem tört el 10 percnél többet a konyhában. Ez a lényege. Ez is. Nézzék csak, itt van ez a kacsa, megsütöm. Jó? Először. És hozzá készítek egy párolt pirított zöldségköretet. Ennek az a lényege. A kacsáról még mondj egy pár dolgot, mert én tudom, hogy csinálod, mert már csináltad nekem is, de... Hogy kell a kacsát jól csinálni, kacsánál? Hát ez egy nyomvat kis versenykacsa. Ezért rózsaszínű kacsának jó. Ha ezt a ropogósra akarják sütni, ez körülbelül egy 1,60-as kacsána. Amikor olyan ropogósra akarják sütni, akkor legalább egy 3 kilós kacsát kell venni, és akkor süti az ember, és a belsejébe almát tesz, meg hagymát, meg majorannát, és zsírjával locsolgatja, ami kijön belőle. Na, az olyan lesz, hogy 2-3 óráig sül, locsolgatom, belül olyan omlós, puha hús, az a sárga zsírréteg a bőr alatt, az így csúszkál rajta, és recsen a bőre. Na, amikor meg ilyen versenykacsa van, ezekből készülnek, azért verseny, mert fut és nem tud megnőni, és ezekből készülnek a rózsaszínűre sült kacsák. Elő szoktam sütni a bőrén, utána a húsán is, és utána a bőrére teszem, és mondjuk 210 fokos sütőben 7-8 perc. De én most nem sütőben fogom sütni, hanem itt, és amíg itt megsül, ugye most a hasát sütöm elő, és nincs alatt a zsír, amihez jön ki, ez a kacsa bőréből, és a húsából... Előtte kockára volt vágva a zsír. Hát igen. És akkor megfordítom, ugye csak sóztam szokás szerint, viszont van itt nekem egy kis bazsalikom, zeller, új hagyma szára, és csak úgy mellé hajítom. És közepesen erős tűzön, fedő alatt fogom sütni. Így. És amíg ezt sütöm, addig elkészítem hozzá a köretet. Na most a köret
Ez mennyi ideig fog sülni ez a kacsa, Péter? Kb. Ez egy 5-7 perc, úgyhogy mindjárt mi rakjuk. A köret az megint nem más, mint egy csomó zöldség. De az a lényeg, hogy betehetném sütőbe is, csak nincs értelme, hanem fogom a zöldséget, és ami keményebb zöldség, azt vékonyabb szeletekre vágom. Kis szeleckékre. Így ennyi elég is. Itt van egy kis cukkini, az is. És így. Ez is elég. Itt van egy kis. Azt szeretném bemutatni egyébként ezzel a sokféle zöldséggel, hogy mennyire kevés elég. Mennyire kevés elég ahhoz, hogy jót tegyenek. Így. Ez is. És akkor mi van még itt zöldség? Ja, itt vannak. Hát van egy csomó minden. Van itt például mondjuk gomba. Fokhagyma. Tényleg, Péter, mi van a fokhagymával? Bakker! A fokhagymát kifelejtettük a pörköltből. Nem baj. Na, de ez azért fontos, hogy beszéljünk róla, hogy ez nem egy egészségi koncepció, hogy most kimaradt. Egyébként nekem nem hiányzott. Jó, de akkor teszünk ide. Jó? Ez fokhagymás zöldség lesz. A fokhagyma az mindig problémát okoz, ugye? Most megmutatom, hogy érdemes venni 5-6 ilyen nagy darabot, meg egy gumikesztyűt. És a szőrös felét beleteszik a tenyerükbe, és körbe fogják, hogy ne essen szét. Aki jár disznóvágással, az tudja, hogy a fokhagyma az a legnagyobb szívás, igaz? De ha fogom a fokhagymát, és a négy oldalú leszerő kis rukulészén héjastul lereszelem, tudják, miért kell a gumikesztyű? A női kéz csak szépen és illatosan jó. Fokhagymat nem tesz neki jól. Oké? Okay? Na, ezért. Hiszik, nem hiszik, kénytelenek lesznek nekem elhinni. A héja itt van fölgyűrődve, meg itt van kívül, és maga a fokhagyma, az pedig itt van. Ugye most én nem fogok többet, mert ez bőven elég, és összekeveredett a izével, de ez a fokhagyma, oké? Okay? Ez most fokhagy, ez pedig itt a héja. Így, ezt. És azért mondtam, hogy 5-6 szemet, mert hogyha beleteszik egy üvegedénybe, csatos üvegbe, és sok-sok olajjal kikeverik, akkor a kikeverik olajjal hosszú ideig, 2-3 hónapok is eláll a hűtőben. És azért a csatos üveg, hogy ne legyen büdös. A büdöset utáljuk. Na, és akkor... Hogy áll a kacsa? Annak még nem, az még jó. És ehhez viszont itt van a kedvencem, a lila hagyma. Még 8-ason van egyébként, de ez nem fog elégni, Péter? Hát ez egy... De... De az, amikor azt mondják... Egyébként nézzék meg, hogy még nem égett el, mert azt senki nem tudja, hogy a kacsa nagy vizes állat, és ahogy sül, nem tud belőle elmenni a gőz, visszacsapódik, és ezért ilyen sütve párolódik, ilyen braised lesz. Na, és a lila hagyma, most az egészségügyi előnyeiről nem beszélek sokat, mindenki tudja, de mindamellett nagyon finom. Ugyanakkor a hagymaféle csak ízesítésre használja az, aki fogyókúrázik, mert rengeteg szénhidrát van benne. És azt is tudni kell, hogy a hagyma ugyanúgy tökéletes édesítésre, mert biztos volt már úgy, hogy csináltak egy halászlét, és apa azt mondta, hogy hú, ez most nagyon finom lesz, és baromi sok hagymát tett bele. És ha baromi sok hagymát, és akkor ették, és akkor olyan édes volt. Na, az a hagymától van. Viszont ennek a zöldségnek pont jót fog tenni, így.
És ugye az ember, utáljuk a szénhidrátot, de ami benne van a zöldségekben, azt szeressük, mert az ember azért úgy van kitalálva, hogy eszik szénhidrátot, zsírt, fehérjét, meg még 4000-féle egyéb rostot. Rostot. A végére meg fogod jegyezni. Na nézzék csak a csirkénk, vagy mi ez kacsa? Ilyen gyönyörű. Most egy kicsit hasra forgatom, és akkor jön, erős lángra teszem, egy pici, még egy pici. De ezt látni kell, hogy nézzék meg, hogy ez az egész nincs egy evőkanálnyi, az 2-3 cent. És akkor beleteszem a zöldséget, így. És megint csak só nélkül pirítom, pirítom. A következő étel, ugye ez a kacsáé lesz, a következő étel, az pedig, azt mutatom meg, hogy az alma milyen egyszerű és milyen finom, mondjuk egy csirkével. Itt egy csirkemell, ezt általában úgy szoktam, én nem nagyon kloffolok semmit, hogy megfaragom ilyen steaknek. Itt van ez a mellerész, ezt levágom egyenesre, így. És akkor a szélét is egyenesre vágom, a végét is, és gyakorlatilag akkor kapok egy ilyen gyönyörűséges csirke darabot, aminek nem az a lényege, hogy szép egyforma, hanem hogy az a lényege, hogy egyformán újnyi vastag mindenhol. És így simán meg tudom sütni. Kacsáról levesszük a serpenyőt. Ez alá is megy egy kis olaj, így. De lehet azt mondani, és ezt most úgy fogom megsütni, ahogy a karajt. Pirul a zöldségem, nagyon jó. Egyébként ennek így. És lehet azt mondani, jó, ott a csirke, de milyen pazarló. Hát nézzék meg, itt van a sok kis vacak, ami leesett róla. Ezt fogom, és elkészítem, megy a serpenyőbe. Itt van egy kis máj, gyönyörűséges pulyka máj. A máj kifejezetten ajánlott étel. Rengeteg vas van benne, és 120 kalória 10 deka. Gondolják el, ha fél kilót megeszek, még mindig csak 600 kalóriát ettem, ugye? És ahhoz, hogy csak így fekszem, ahhoz kell vagy 1200 nekem. Na, és akkor ezt a májat... Pedig sportolsz, és itt a Spring Day-ben. Igen. Itt a máj, ezt is hozzáteszem. Úgy, egyelőre ez elég. És akkor jó, itt a gomba, ha már itt van. Így. És kell ebbe is egy hagyma. Látták, hogy mennyi sok hagymát használtam, mert a zöldjét nem dobtam ki. Ugye? Egy darab 150 forintos csomagból mennyi minden kijön. Ezt is beleteszem. És akkor mi kell a resztelt májba még? Önök szerint. Tessék? Majoranna. Hagyma benne van. Az is, azt most nem teszünk, mert kidobtam. Tessék, teszünk bele. Láttam a tévében egy bloggertől, hogy csinálják. Így. A zsebszakács, vagy melyik blogger? Nem, blogger. Az az én blogom. Tudom, azért van. Na, tessék, van benne fokhagyma. Mi kell még? Bors. Hol van bors? Van borsunk? Itt van.
Közben mindenki megnyugtatására, ez már nem sül, tehát ez le van kapcsolva. Én kicsit aggódtam. Csak véletlen. Na jó már, pihen, ugye, ahogy kell pihen. Na, és akkor Major Anna, de az nekem nincsen, és innentől egy kicsit eltérünk, jó? Mert megmutatom azt, hogy 200-300 évvel ezelőtt milyen ízvilág volt, amit használtak. Teszek bele egy kis bazsalikomot. Jó? Te Péter, ez a béb után nem lesz sok a csirkének? A sütésre. Béb van. Köszi. Nem. Béb brutálon ilyen szép lesz. És na mindegy. És ez csak só volt rajta, ugye és a csirkés? És akkor most megy bele alma, jó? Azért mondom, hogy ez egy kicsit eltér a szokásos ízvilágtól. Csak azt akarom mondani, hogy egy fél csirke és öt deka csirkemáj. És ebbe is a magot benne hagyod? Benne. Hát nem most egymás között. Étteremben mindig kiveszem. És... Te, Péter, és a... Én mindig azt tanultam, hogy a csirkére nem szabad kérget sütni, de most ezt úgy néz ki, hogy eszméletlen gyönyörű is, és mintha ezt így megtörnéd ezt a szabályt. Hát én nem tudom. Én azt tudom, hogy a minden húsra szoktak kérget sütni, mert akkor benne maradnak a nedvek, ami a jó ízt adja. És az van, hogy ilyenkor ugye a külső fehérje részt összekapja, és akkor hát az elvet értem, csak az én ezt így olvastam, de hát csak meg döbbenve, nagyon szuper. Mégis azért egy doktor mellett próbál az ember. Agyának amikor az elmélet találkozik a gyakorlattal. A biológiai ismereit elővesz és mondja. Hát igen. Ez olyan, mint hogy Népszabadság vagy Magyar Nemzet újságíróval politikáról beszélni. Van benne izgalom. Milyen újságíróval, Péter? Térjünk vissza. Én egy dolgot, még egy szekciót ígértél nekem, hogy még beszéltek valamikor. Beszéljük meg, mindjárt, hogy mikor lesz. Mert utána ezt most befejez, muszáj befejezni, utána mond. Ez a zöldség, látták, tettem hozzá egy kis vajat. Mert nagyon finom, de mi kell még hozzá? Most megy rá a só, ugye látszik, hogy megsült, és nem. Ha a sót az elején teszem, akkor kiengedi a levet, és megpárolja. Megsózom egy kicsit csak, és megint elővesszük a szokásos ízt, megy rá a citrom. Oké? Így. És még egyszer ezt úgy csináltad, hogy teljesen nyersen, egyszerűen minden nélkül elkezdted sütni, olaj azért volt alatta, egy étolaj. Picike olaj. És akkor itt és a végén van a kacsa, rajta vaj. Amit ugye rózsaszínűre sütöttem. Látják? Ilyen gyönyörűséges lett. Itt ugyanaz az effektus, ha megnyomom, ne, jön, ne nyom meg. Jön belőle a víz, látják? És ezért puha. Ha túlsütöm, rágós lesz, és megint kell párolni tovább. Na, és akkor van, aki viszont nem szereti ilyen rózsaszínűen ezt a kacsa mellett, ezért az van, hogy beledobom a zöldségbe, így. Látják? Igen. Így is összekeverem. Ettől a hőtől eltűnik a rózsaszín. És ugye azt mondom, hogy legyen ez egy meleg saláta. Úgyhogy egy kis bébi spenótot hozzászórok. Spenót az? Jó, mondtam, hogy nincs rajtam a szemüvegem. Na, nem tudtam volna jó felvezetést adni a következő szekcióhoz. Utolsó mondat, kis rukkola is bele, és gyakorlatilag ez az étel nem más, mint egy úgynevezett langyos saláta, megint csak egy könnyű nyári estére. Tessenek megkóstolni. Bocsánat, és most... Lehet. Most, nem tudtál volna jó felvezetést adni. Ugye, még egyszer előről indulva, kezdtük a diétával, magyarán az étrend, ez befolyásolja, hogy milyen bélflóra alakul ki. De aztán a bélflóra azt is befolyásolja, hogy mit akarunk enni. És a diéta az befolyásolja a barriert. Ezt a bizonyos egysejtes
hám réteget, aminek az áteresztő képessége befolyásolja azt, hogy milyen ételintoleranciák vagy allergiák tudnak kialakulni, milyen gyulladásos problémák. Ez az a bizonyos barrier. Most a barrier a diéta szempontjából van egy pár dolog, amit hogyha egyébként ételallergiáról vagy gyulladásos betegségekről, például ízületi fájdalmakról, ízületi betegségekről ejtünk szót, akkor ez egy tipikus probléma lehet, amit most a Péter megcsinált ételt, ugyanis a magas oxálsav tartalmú saláták, tipikusan például a spenót, sóska és a rukkola, az mindegyik olyan, ami ezt a bélbarriert károsítani tudja, ezt a felső védő nyák rétegét el tudja távolítani, meg tudja sérteni, és ezáltal csak annak, akinek problémája van ezzel, tehát hogyha táplálékallergiája van, kiütései vannak, vándorló gyulladás, ízületi fájdalmak, akkor mondjuk tipikusan azt javasolnánk, hogy inkább jégsalátával csinálja ugyanezt a műveletet, az égvilágon, vagy madársalátával semmi bajt nem okoz. Madársaláta, oké. Okay. Jégsalátával nem, a jégsalátának nagyon vizes, jeges íze van, eltompít minden. Akkor madársaláta. Madársaláta jó kompromisszum. A spenót, sóska, egyébként az önmagában, hogy egy picit legalább megdinsztelte a Péter, ez egy nagyon jó dolog. Ez segíti azt, hogy lebomoljon ez az oxálsav, de hát megszűnni azért nem fog. Tehát azt javasolnánk, hogy ezt a barriérre épsége szempontjából vigyázzunk. Még előkészített a Péter, a következőkben lehet, hogy sor kerül arra is, hogy egy kis alkoholt fog használni. Az alkohol az is egy tipikusan olyan barrierkárosító dolog, mint a csípős ételek egyébként. Az se véletlen, hogy valaki főleg kevésbé gyakorlott ember csípőset eszik, akkor utána ki kell fújni az orrát, vagy tüsszögni fog. Ennek konkrétan az az oka, hogy az orr nyálka hártyának az áteresztő képességét növelte, átjutottak ezek a baktériumok aktiválták az immunrendszert, és az immunrendszer rögtön tüsszentéssel, orrfújással, váladékozással válaszol, hiszen az az érzet van, hogy ott egy bakteriális invázió indul, amit egyébként összességében semmi más nem váltott ki, csak a magasabb, a nagyobb keringési aktivitás, amit a vérbőség idézett elő a csípős ételek fogyasztása után, ami ugye gőz formájában fölment az orrba. Tehát azt láttuk már, hogy a diéta is befolyásolhatja ezt a barriert, de a mi praxisunkban elképesztő jelentőség van annak, hogy a bélflóra is befolyásolni tudja a barriert, és tulajdonképpen el is érkeztünk oda, ahova a típusosan az elhízott cukorbetegek vonatkozásában és a magas vérnyomás betegség tekintetében is meg kell érkeznünk, hogy nem csak az befolyásolja ezeket a barrier eltéréseket, hogy ki mit eszik, hanem hogy hosszú távon, korábban, évekkel ezelőtt milyen bélflóra alakult ki, mert el tud ez tolódni olyan gyulladásos irányba, ami hogyha elszaporodnak bizonyos, jellemzően Clostridium típusú baktériumok a bélfal felszínén, akkor az károsítani fogja azokat a cipzárszerű fehérje struktúrákat, ami az egyes sejtek között vannak, és gyakorlatilag azáltal, hogy ez fizikailag fellazítja, áteresztőbbé teszi a belet, és egyébként akkor a legkülönbözőbb, tulajdonképpen önmagában nem bélfal károsító vagy káros hatással nem rendelkező tápanyagokat, mint például a paradicsom. Ha az áteresztő képesség túl magas, akkor a paradicsomra is például allergiás tünetek alakulnak ki, és most van egy ilyen elég sok félreértésnek okot adó tünetegyüttes, amit hisztamin intoleranciának hívnak, aminél tévesen az az elképzelés, hogy a tápanyagokban lévő hisztamin tartalom az, ami a problémát okozza. Nem így van. Arról van szó, hogy a fokozott áteresztő képesség mellett a magas hisztamin felszabadulást indukálni képes ételek fogyasztása ilyenkor panaszt okoz. Mit szoktak ilyenkor csinálni? Lehet mérni tesztekkel, stb. Látjuk, hogy kvázi allergiások vagyunk ezekre az ételekre, kihagyjuk ezt az ételt. Meg fogja oldani ezt a problémát? Hát nyilván nem, mert az alap probléma az az, hogy nagy volt az áteresztő képesség. Tehát amit cserélni fog és egy másik ételt fog enni, előbb vagy utóbb arra is ki fog alakulni az intolerancia, vagy ez a túlérzékenység. Tehát arra kell szigorúan koncentrálni, hogy a bél áteresztő képességet kell begyógyítani, tehát mind a flórából, mind a diétából ki kell zárni azokat a tényezőket. Ugye itt a flóra az, ami komplikáltabb, mert az
sok esetben 3-6 hónapig tart, amíg sikerül úgy módosítani a flórát, ami után már nem fogja tönkretenni a barriert. Tehát ez az a bizonyos indirekt kör, ahol egy ismerve a bélflórának az összetételét, tudatosan lehet egy olyan diétát felépíteni, amit 6. haszakat követni kell, és a pácienseknek azt szoktuk mondani, hogy azokat az ételeket, amikről tudjuk egyébként nem bélflóra károsító, csak kvázi, mint egy biomarker méri azt, hogy az intolerancia milyen mértékű, azokat fogyasztja. Tehát magyarán ne egyen sok paradicsomot, hanem egyen egy fél koktél paradicsomot, hogyha attól már mondjuk viszketési tünetek lépnek föl, vagy akár van akinek hasmenése, vagy refluxát indukálja. Tehát a legkisebb tolerálható dózisban, mint egy indikátor nézzük meg, hogy milyen állapotban van, és ezt próbálja meg a konzekvens életmódváltás mellett mondjuk hetente újra ismételni. És azt fogja tapasztalni, hogy egyre kevésbé okoz panaszt, és egy idő után mondjuk a koktélparadicsom az egyik legjobb ilyen tesztétel, azt fogjuk tapasztalni, hogy meg fog tudni enni először egy, aztán kettő, aztán három paradicsomot, aminek nem az az értelme, hogy mindenképpen paradicsomot kell enni, hanem ezzel le tudjuk azt mérni, hogy a bélbarrier egész jó állapotban van már. Mit tudunk még ehhez hozzátenni? Vannak olyan speciális gyógyászati célra, receptre, patikában kapható tápszerek. Bízzuk az orvosra, hogy ezt kitalálja, hogy milyenek. Egyébként van itt egy onkológus, illetve onkológiai osztályon dolgozó kolléganő, ezek tipikusan egyébként a daganatos betegek kemoterápiás kezelését kiegészítő, vagy az azt követő bélregenerációt segítő, tényleg sok klinikai vizsgálatban tesztelt készítmények, amiket nem lehet megvenni bioboltba így úgy amúgy, hanem tényleg az a célszerű, és ezeket 70%-ban támogatja a TB is. Tehát amennyiben ez indokolt, tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó hatású és nagyon kipróbált készítményekről van szó, amik kombinációban egymás mellé adva, és akkor még ezt ki tudjuk egészíteni prebiotikumokkal, ami egyébként az ásványi anyag ellátását javítja az egészségesen felépülő bélflórának, mint például a huminsav számozékok, kovaföld, egyébként a béres csepp is nagyon jó. Az egész elv ugye annak idején így épült föl, hogy bizonyos ásványi anyagok hiányoznak, ez szerintem egy zseniális felfedezése volt Béres doktornak abban az időben. És a lényeg az, hogy ha ezt be tudjuk gyógyítani, akkor azt a végső közös utat, ami a bélbarrieren átszívódó tápanyag eredetű, vagy bélflóra eredetű, az immunrendszert aktiválni képes anyagok, ami gyakorlatilag gyulladásokat tud létrehozni, ezeknek a gyulladásos anyagoknak az átjutását tudjuk megakadályozni, és ezen keresztül gyakorlatilag az egészséget helyreállítani. Tehát ez a három tényező az, aminek az összefüggése, azt gondolom, hogy amit szem előtt kell tartani, és ebből az újdonság az, hogy a bélflórát azt nagyon jól lehet most már mérni, tehát objektivizálni lehet azt, hogy milyen irányban tolódott el, és azt is meg lehet mondani, hogy ezt milyen konzekvens tápanyag összetétele lehet úgy módosítani, hogy egyébként nem föltétlenül a tünetorientáltan azt kell kerülni, amitől panaszok vannak, és az a frusztráció, hogy egyébként az meg se oldja a problémát, ezzel gyakorlatilag a kör négyszegesítése megoldható. Visszaadom Péternek a szót. Elmentem fürdeni, mert közben már nagyon ragadt a kezem. Ja, elkészült ez a cucc. Az mi is pontosan, Péter? Ez máj, dió, alma, hagyma, paprika. Tehát a hagyma, a paprika, az alma adja az édességet, az alma adja a savanykást, meglátják, hogy ez egy nagyon különleges, finom íz. Igazándiból erre... Ezt azért ajánlom, mert ott kell becsapni magunkat, ahol tudjuk. Azért eszünk krumplit, sült krumplit, mert azon kívül, hogy jó, mert kívánjuk a ropogósat. Ezért, ha a zöldség egy kicsit roppanós, ha a dió ropogós benne, az alma ropogós benne, akkor nem kívánjuk a krumplit. Tehát egész egyszerűen egy olyan pürével vagy bármivel teljes értékű ebédet tudok adni. Elkészült közben a csirke, és mutatok az utált karalábéból. Hogy néz ki? Még annyit mondjuk, hogy mi a vélemény a küllemre? A szem is jól lakik, nagyon, mert nagyon szépen néznek ki ezek az ételek, és nagyon finom ízűek. És nagyon sokat tanultunk ebből, legalábbis én, ebből a zöldségek lesütése, és ebből kapunk egy édes ízt. Ki tudja? Ugye, hogy jó? Na.
Én még kihasználnám az alkalmat, hogy Gedeon úrtól kérdezzek nem csak az étkezésre, hanem a mozgásról is, mert meséljen arról az útról, amit itt a Spring Day-ben az elmúlt pár hónapban bejárt. Hát, tulajdonképpen sikerült 44 kilót fogynom. 44 kiló. És a mozgással. Farkas Zoltánt azért kérem, hogy jöjjön ide egy percre, ő a Spring Day vezetője. Azt hiszem, megegyezhetünk abból, hogy amikor együtt kitaláltuk ezt a dolgot, hogy nem csak egészségesnek látszó emberekkel foglalkozunk együtt, hanem tényleg hát komoly egészségügyi kockázatokkal, problémákkal jelentkező páciensekkel foglalkozunk, akkor azért ez egy nagy kihívás volt, nem? Ti hogy láttátok? Igen, abszolút. Tehát 2 éve alakult át a klub egy új üzenettel, egy új névvel, a Spring Day Egészségklub, mert régen ugye tudjuk, hogy mi volt. És az volt a célunk, hogy tényleg azokat az embereket állítsuk fel, akik otthon ülnek, és nem a legújabb divattal kell idejönni, a legújabb telefon, hanem bármilyen játszóruhába ide lehet jönni edzeni, és otthon érzi magát úgy, hogy Feri bácsi, büszkeségünk, aki égeti a zsírt, mint senki más. Találták ki? Mert amikor beszéltünk, akkor az volt a gondolat, hogy hagyjuk a lapsúlyos, klasszikus gépeket, hogy van egy olyan speciális technológia, amivel Feri bácsi, hány kiló voltál annak idején? 178 kilós páciens, eljöhet egy fitness klubba, hogy voltál valaha. Tehát ő is találkozott velem, úgyhogy most már mennyi, Feri bátyám? 134. Így van. Ez a Milan kör edzés, ugye, ami 180 kilóig bírt, tehát Feri bácsi pont el tudta kezdeni az edzést, és azóta nagyon szép eredményeket ért el. Ez a gép igazából egyedül nálunk van ma Magyarországon, ez a Q sorozat, amit érdemes kipróbálni. Itt szeretném is megragadni az alkalmat, hogy aki itt ül, az mindenki kap egy alkalmas belépőt, csak ezt még elfelejtettem mondani a Ricsinek, hogy át fogjuk adni, és mindenki kipróbálja a klubot díjmentesen, egy kombinált napi jegyet fog kapni, és jöjjön el, próbálja szeretném ki. Szeretném hozzátenni, egy Isten király a szauna, az úszoda a bőz. És még egyszer mondom, ez az 55 pluszos program az én kedvencem, mert ülve lehet csinálni. És lehet találkozni a Péterrel itt, és hogyha valami esetleg a főzésből elmaradt, akkor még ott... Péter legközelebb június közepén ígért, hogy eljön a klubba. De még szolgálati közlemény, hogy elvileg szeretnénk csinálni ilyen kis videókat a Facebook oldalra, a Springs Day-nek, hogy egy edzés után ki milyen edzés, ki milyen diéta, nyugodtan próbáljon onnan ötletet nyerni, hogy mit tegyem. Folytathatod, csak nekem nyelvöm lesz. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy ezzel a belépővel jöjjön el, próbálja ki a klubot, segítünk körbevezetésben, megmutatunk mindent, ki lehet próbálni, és utána eldönteti, hogy folytatja nálunk, vagy nem. Köszönjük! Én még most Feri bácsi ilyen diszkréten elsétált, de azért szeretném megtudni, hogy ez a pár hónap ez mégis milyen volt. Szóval részben azért tegyük hozzá, hogy egy nagyon fegyelmezett, magas rostartalmú diétát is tartalmazott ez, amit egyébként célzottan állítottunk össze, de nagyon nagy, elvitathatatlan, hogy nagy jelentősége volt a mozgásnak. Én azt hiszem, hogy elsősorban a fejbe kell eldönteni, hogy ha az ember akar egy kicsit tovább élni, meg az unokákkal játszani. Én ezt eldöntöttem, és hát a doktor úr segítségével és a edzőterem meg a csapat segítségével sikerült leadni. A cél a 100 alá menni. Az öv az mennyivel ment beljebb? Nem tudom, ez már új öv. A régi már majdnem még körbeér. Mégpedig azt, hogy tudatában volt annak, hogy milyen a bélflórája? Tehát a doktor úr csinálta a vizsgálatokat. Ha a doktor úr segített a diéta összeállításában? Persze, ez egy komplex dolog volt. Mennyire volt egyébként, jó fejben el kell dönteni, de mennyire volt őszintén szenvedős az egész? Egyáltalán nem volt szenvedős. Tulajdonképpen a diéta is nálam legalábbis azt jelentette, hogy a szénhidrátot minél jobban mellőzni. Magyarul a tésztát, a köreteket, rizst, krumplit, ilyesmit elhagytam, és helyette salátát. Előtte imádtam a süteményeket, megpróbáltam olyan süteményeket, amit itt meg lehet kapni, ezeket a paleó süteményeket. És tudom, hogy ez nem jó, de az édesség iránti vágyamat a cukor nélküli dolgokkal próbáltam kielégíteni. Nem, ennek az a célja ezeknek a beszélgetéseknek, hogy az igazi, az élő dolgokat mondjuk el, ne az elméletet. Tehát
hogy lehet megcsinálni ténylegesen. Szóval szerintem ez önmagáért beszélt, ez a siker. Mi elképesztően büszkék vagyunk Feri bácsira is. Van egy-két extrém közös egyéb páciensünk Zolival, szerintem tudna mesélni. De hát azt gondolom, hogy itt az élő példa, meg is tudták kóstolni, hogy tulajdonképpen nem igényel nagyon nagy kompromisszumot, és egyébként ilyen eredményeket lehet vele elérni. Egyébként ez nem a reklámja, nem beszéltünk össze, hogy el fog jönni. Nagyon, nagyon örülök, hogy itt van ma is. Nagyon keményen szokott edzeni is. Igen? Innen ismeri őt? Igen. Na, szuper. Megyünk tovább? Aha. Figyeljenek, még 2-3 kaja és utána desszertet csinálok. Az a jutalomfalat, hogy kiülték ezt a végére 2,5 órát, de még tudnánk csinálni, mert kaja annyi van, mint a dög, úgyhogy reggeli. Ha unják szóljanak, akkor nincs desszert. Ha szeretnének desszertet, akármennyire unják, várják végig. De én azt gondolom, hogy volt ez olyan érdekes, és annyi mindent meg lehetett tudni a Richardtól, én meg aláfestettem annyira, amennyire lehet, hogy ezt gyakorlatilag tudják használni. A következő étel, ez egy köret. Ne feledjük, hogy elkészült a csirke mellünk, ugye? Amit megint ugyancsak úgy fölvágok, és ezen is látszik, hogy nedves, ugye? És ha ennél jobban nem sütik meg, akkor ez a csirke vajpuha. Azt nem mondom, hogy egy ízbomba, de vajpuha és finom. Viszont, na most ezzel mi van? Jó. Viszont a körete, a semmi más, és ezt mindig ajánlom. Karalábé cikkekre vágva, alma cikkekre vágva, és lilahagyma cikkekre vágva. Meglátják, hogy milyen varázslatosan finom cucc. Ugyanaz lesz vele, tehát a zöldség akár pürésítve, akár pirítva, minden esetben só és citromlé. Aki ezt tovább akarja még, akkor a só helyett egy kis, de ezt nem tudom, hogy lehet-e, ezt nem egyeztettem. Szójaszósz? Nem. Akkor egy kis szójaszósz tegyen bele és új citromot. És ez nagyon finom. Az előző csirke íz lett. Ugye? Képzeljék, ha lenne benne egy kis méz, meg egy kis bor. De azt nem tettem bele, de így finom. Én még a batátát, azaz az édes krumplit szeretném kérdezni, hogy illeszkedik ide. Mert az nem krumpliféle tulajdonképpen, hanem tökféle, ha igazam van. Igen. Tehát... Krumpli az jó. Édes krumpli az jó. Mindenhez használhatja. De milyen volt az ellen? Mert gyakorlatilag teljesen krumpliszerű volt az is, nem krumplipüré. Ja, ja. Azt tulajdonképpen álkrumplipürének csinálta a Péter, amikor először kóstoltam, nem akartam elhinni. És a csicsókával mi a helyzet? Nagyon jó. Az is jó, hogy ne ültess el a kertben, mert gyomnövény és minden tönkre tesz. Jó? A csicsóka jó, mert nincs szénhidrát, nagyon kicsi a szénhidrát tartalma. Ez a lassan szívódik fel, nem olyan kicsi egyébként, csak lassan szívódik fel. Hát akkor mindegy, én utálom. Én nem. Attól nem kell félni, hogy én csicsókát eszem, de... Na, figyeljenek! A végére azért gondoljunk arra, míg ez megpirul, és a csirkét beleborítom. Ja, ebben még bele fogod tenni a csirkét? Hát, mert hogy egy szét lehessen osztani. Na, bakker, ami F betűt mutat, na nem jó? Bekapcsolom. Jó. Így, ez már mindjárt kész. A vendégek jönnek, és van otthon egy kis olivabogyó, figyeljenek. Egy kis. Jó, hát ezt most megkóstoljuk, csak azért, hol van. És akkor van fokhagyma, és ugyanúgy, mint ahogy a tévében láttam egy bloggertől. Akkor így, ez is megy bele. Megy bele bazsalikom, az mindig, ha van. Ha nincs, akkor nem megy bele. És megy bele... Nekünk nő a kertben különben. Tessék? Nekünk nő a kertben. Akkor megy. És petrezselyem is megy bele. Petrezselyem az mindenben jó. És egy kis olívaolaj. Ez így önmagában
összetúrmixolom, úgy hívják, hogy oliva kaviár. Kicsit kiteszünk majd belőle, hogy mindenki meg tudja kóstolni. Egy zeller szárral, egy paradicsom karikára téve, isteni finom. Jó? Így. Na ebbe jó az oliva, mert ez oda tartozik. Így. Nézzék csak. Míg készül az oliva, én egy dolgot hadd kérdezzek. Így nagyon hangos lesz. Kész. Kész? Oké. Okay. Az egészségtudományi karról van egy vendégünk. Igen. És azt mesélted itt a megérkezésnél, hogy neked is van magaságyásod. Mesélj erről a magaságyásról. Igen. A egyik cikketeket olvastam, már nem emlékszem, hogy mi volt. Ez nem, kb. Egy hónap ezelőtt volt. Igen. Az is ötletadó volt, mert igazából volt is egy ilyen vágy bennem, hogy csináljak. Tehát az, hogy az ember maga termeli meg a dolgait, az eleve egy jó dolog. De ehhez jön hozzá, hogy ha az ember maga termeli meg, akkor tényleg tudja, hogy mi van benne, és milyen műtrágya vagy annak hiánya áll fenn. És eleve egy remek dolog, ha az ember reggel kimegy, leszedi a dolgokat, és akkor azt egyből szekerezi. És mi van a te magas ágyásodban, mi van? Hűha. Hát saláták, madársaláta, sóskát is ültettem. Nem baj. Aztán répák, mindenfajta hagyma, paradicsom, paprika, karfiol, karalábi, zöldfűszerek is, igen. Nagyon jó. Ezek minden. Hát úgy nagyjából, amik jön egyből, ja persze retek, abból többféle is. És ami van, azt egyből, tehát amit kiszedek, egyből helyére megy valami új. Óriási. Fantasztikus. Valaki nem csak tanítja, hanem csinálja is. Figyelem, nagy üzem van, kóstolják meg az olivát. Milyen? Nem egy bonyolult cucc, ugye? Ez közben elkészült, hozzádobom a csirkét, így. Itt nem a csirka a lényeg, itt a karalábé az almával, mint íz együtt, és nagyon finom. Bátran jöjjenek, mert jön sorban a többi cucc, tehát olajbogyó, csirke, és akkor nézzék meg a másik nagy varázslat. Az olajbogyónak egy részét meghagytam. Fincsi, mi? Az olajbogyó egy részét meghagytam. Még egyszer, az olajbogyóban mi volt? Citrom? Citrom. Fokhagyma. Olívaolaj, petrezselyem. Igen. Marha jó. Ennyi. És bazsalikom. Na most, nézzék csak. Itt van a csicseri borsó. Ugye ez egy babféle a borsó. Csak a csicseri borsó bablencse, ez egyféle. Na, ezt beleöntöm. Így. Tehát ez a kettes számú. Ez már azoknak, akiknek kell egy kis szénhidrát, mert éhes, mint a vadállat. És ehhez mondjuk zöldségköret van. És itt van az aszalt paradicsom az olajával együtt. Így. Nézd már, mérjünk. Ennek az a részaránya, hogy kettő rész oliva, egy rész bogyó, egy rész ilyen paradicsom és egy rész csicseri borsó. És összetúrmixolom. Ez pedig a legfinomabb cucc a világon. Kóstold meg. De hozok egy... Itt van. Itt a kanalam. Ott, onnan. Ó. Májkrém helyett. Eszmetlen, csak ne kenyérrel. Ne kenyérrel. Igen, a kaliforniai paprikát szoktuk erre használni. Igen, akkor adjuk azzal. Mindjárt. Szóval, ú, de jó. Egy kést tudsz adni, Péter? Jó, ott a kis. Hagyjad, vágom én. Felvágom neked. Lehogy is. Emese itt van. Mondtam, hogy nagy üzem van, ezt is adja. De azt is ne fele, ne hagyja, azt nyomja. Nem kell félni, annyi van, amennyi van, ossza ki. Csirkét eszünk most, tessék.
tartsa a tányért. Adok rá csirkét is. Na, hölgyem, így. És akkor jöhet az. Miben? Egy rész csicseri borsó, egy rész aszalt paradicsom. És két rész oliva. A Richard azt nem szereti, amit most mondani fogok, de ha véletlenül még... Ott, mindjárt adjam. Ha véletlenül valaki borkostolást tart otthon a barátainak, akkor ez egy olyan íz, hogy a fehér bortól a rozén át, a vörös bortól az édesborokig mindegyikhez passzol. Jó? Ez nagyon fontos. Emikém, mutathatom. Jó, fontos kérdés, hogy szabad-e ezt a krémet teljes kérdésű kenyérrel enni, vagy a teljes lisztből készült kenyérrel, nem javasoljuk. Egyáltalán nem javasoljuk. Az egyetlen, amit én a saját gyakorlatunkban javasolni, szóval egyáltalán, hogy megengedünk, vagy javaslunk a pácienseknek, az a magvakból préselt kenyér. Tehát mindenfajta klasszikus keresztéstől, mindentől mentes. Egyébként ennek egy, nem tudjuk még pontosan a hogy mondjam, ebben van pici szubjektív elem, de ami objektívnek tűnik, az az, hogy nem olyan régen publikálták azt, hogy ugye most már ismerjük teljesen a tápcsatorna mikrobiom összetételét, tehát a bélmikrobiom összetételét, és ennek nem tagjai a gombák. Lehet tudni, hogy 48 órán belül, hogyha nem viszünk be valamilyen élesztő gombát a táplálkozással, akkor normális esetben egyáltalán nincsenek gombák az emésztőtraktusban. Tehát ilyen értelemben el lehet képzelni, hogy a Saccharomyces fajok, ami gyakorlatilag az élesztő gombáknak megfelelő, homogén mennyiségben, nagyon nagy, kvázi túlsúlyban adagolva, ugye milliárdos tételben adagolva belesül a kenyérbe, és azok az antigének, amik ugye a diétán keresztül a kenyérrel átjutnak, főleg egy sérült barrier esetén egyértelműen egy idegensejtes, gyulladásos reakciót tud kiváltani. Tehát én azt gondolom, hogy keresztett kenyeret nem jó fogyasztani. Ha már valamit, akkor a klasszikus kovásszal készült kenyér, az mindenképpen jobb. Miért? Ugye a klasszikus kovász az úgy készül, hogy összekeverik a lisztet és a vizet, és ott gyakorlatilag a levegőben lévő természetes mikroflóra az, ami kvázi megkelesztés, ez egy vegyes, flórás kelesztéses eljárással, heteken keresztül kell készíteni a kovászt, míg az az éleszteni képes, nyilván sokkal kevésbé hatékony élesztővel elkészül, viszont ez nyilván sokkal kevésbé, ez sokkal diverzebb összetételű, mint a boltban most kapható különböző élesztők, és ezáltal kevésbé gyulladáskeltő. Tehát mi azt szoktuk javasolni, hogy ez az egy, amit célszerű minél hamarabb elhagyni, és kiváltani más dolgokkal. Én azt hiszem, hogy aki megkóstolta a kaliforniai paprikával, azt szoktuk egyébként még javasolni, hogy ilyen sokkal vizesebb, az Péter, hogy kell a cottage cheese-t mondani magyarul? Cottage cheese? Hát, sajt. Nincs, ugye nincs? Szóval nincs, kicsit... de olyan, mint a túró. Hát túró, olyan de... a cottage cheese, na de... mint amikor az alud tejet így megkeverik, és akkor olyan kis rögök darabok igen. Vannak benne. De az a nagy különbség, hogy a magyar túró gyakorlatilag nem lehet magába fogyasztani, annyira fullasztó. Tehát vagy tejfőle, amivel keverni kell. A cottage cheese meg egy sokkal víz megtartóbb, nagyon kellemes állagú viszont dolog. Viszont sokkal akkor... zsírosabb is. Nem baj. Nekem sem. Fehérje és zsír. És akkor abba szoktunk zöldségreszelékeket belekeverni, vagy például ilyen krémeket, mint amit a Péter most megcsinált, és azonnal egy baromi ragadós, jó kelhető dolog alakul ki, amit rá lehet tenni erre a kaliforniai paprikára, és akkor arra már nyugodtan mehet sajttól, felvágottakon keresztül minden, és gyakorlatilag teljesen pótolja, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint teljesen pótolja ezt a kenyérszerű állagot, hogy olyan dolgokat tudunk vele fogyasztani, amit nem akarunk mondjuk a kolbászról lemondani, vagy ilyesmi, és nem tudjuk megenni magába, de ezzel a túrós dologgal ugyanúgy meg lehet enni, és ugyanúgy nem fog ezt a zsíros, nehéz érzetet kelteni. Megdöbbentően. Én őszintén javaslom mindenkinek kipróbálni. Na, és akkor elérkeztünk a végéhez. Már csak két desszert, három desszert lesz. Az egyik egy limonádé. Ugye én
általában olyan limonádét eszem, hogy iszom, hogy benne van egy alma, egy citrom, meg méz és víz. De megtudtam Richardtól, hogy közel állok az életveszélyhez, úgyhogy azóta nem teszek bele mézet. Nagyon jó. De ha van otthon sült almakrém, akkor azt lehetne az önmagában édesít. De ha nincs, akkor is egy smoothie-t érdemes összehozni a következő módon. Illetve hát nem smoothie-t, hát limonádét. Az alma az mindig megadja az édes savanyú ízt, ugye? Tehát mindjárt visszajön a köcsögöm, és akkor abba beleteszem. A narancs is mindig jó. Annak is, meg a citromnak is el fogom használni a magját. Tudják miért? Mert itt látom, hölgyek vannak többségben, és a hölgyek meg szépen mennek, és megveszik a drogériában a citrus magolajat. Mert azt mondja a reklám, hogy attól erős lesz a körmük. Miközben fogalmunk nincs, és közben meg kezet mosunk a narancssal, meg minden, azzal a címszóval, hogy a mag ne menjen bele. Vagy a citrommal is. Nincsen baj, ha belemegy a mag, abban is nagyon hasznos anyagok vannak. Így. És akkor most ezt a két almát, a citromot és a narancsot fogom beletenni a limonádéba, és majd meglátják, hogy milyen finom. A limonádé... Almát is magjával együtt. Igen. És a körtével ugyanez a helyzet. És azt kell tudni, hogy az alma az mindig van nálunk. És azt is érdemes tudni, hogy amit most én csinálok, annak mindennek az az alapja, hogy az élelmiszeriparban minden juice-nak, meg minden üdítőnek 60%-a almalé. És csak a többi a jelleget adó anyag. Most meglátják, hogy beleteszem a narancsot, az almát, meg az epret, érezni fogják mindegyiknek az ízét, de a legütősebb mégis az eper lesz. Ezt ember meg nem mondja, hogy miért. Ez az egyik lényege. És utána fogok csinálni egy epret, csak úgy, hogy lereszelem az almát most sült alma helyett, azt fogom karamellizálni, abba megy bele az eper, és abból lesz nagyon-nagyon finom. Na, ahogy jön az a tök, azt csinálom. Na, akkor addig elkezdem ezt, addig reszelek egy kis almát. Egy kérdés, hadd tegyek föl most, hogy kipróbált ezt a kaliforniai paprikát és az oliva keveréket, milyen volt? Nagyon jó. Ugye jó? Nagyon jó. Meglepő, ugye? Ó, az most kell. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezt úgy magában nem akarnánk megenni, kicsit olajos, zsíros, stb. De a paprikával együtt egy sokkal könnyedebb. Kenyére jobb lenne? Magát az oliva bogyót nem szeretem. Ja, az úgy akkor nehéz. Kit kérdezhetek még meg, hogy kinek nem ízlett, akkor úgy mondom. Ugye jó volt akkor? És el is fogom készíteni otthon. Ugye jó? Salátával. És ez a paprikával is tök jó. Basszus, hát az, amit tudok csinálni. Jó. A színe. Ez a magozott oliva ilyen tömegben, ezért ez nem a csúcs technológia, nem a csúcs termék. De jó. És ez konzerv is, tehát meg van főzve. A konzervekről még azt érdemes tudni, hogy nincs benne már semmi élő anyag, viszont nincs benne hozzáadott tartósítószer, nincs benne semmi. 120 fokos vízben úgy működik, hogy van egy ilyen nagy bazi tartály, betöltik a konzerveket, befedik, és ebbe a tartályba betolják ilyen nagy kocsikon őket, becsukják, beengedik vízzel, és annyira föltöltik vízzel, hogy 120 fokra melegítik a vizet. Tehát nincs helye gőzzé válni, és abban a 120 fokos vagy bazi víz sűrűségű gőz, abban a 120 fokos gőzben tartják ezt így. Ezt tudom, mert amikor ment a hatodik magyar hadsereg, vagy harmadik, mindegy, Asztrahányba éles rakétalövészetre 84-ben, a parancsnoki karnak én csináltam a konzerveket. Tehát nincs benne semmi tartós. Ez nem vicc, ez így volt. Bakker, ez is milyen rég volt. Na, szóval,
Igen. Meg rakétával, 6 rakétáért kiutazott több ezer ember, és összesen 3 indult el. Egy se ért célba. Na. Nincsen, amelyik finom. Én azt szeretem, ami... Hát azért annyi az alma, hogy édes savanyú íz, és finom, és semlegessé válik. Most nem mutattam olyanokat például, hogy ha lereszeli a zellert, és ha lereszeli az almát, és megpirítja szárazon, akkor például töltött csirkébe bele lehet tenni, és ugyanolyan ízű, mintha zsemlét tettem volna bele. És ha abba beleteszem a pirított hagymát, gombát, zöldborsót és a petrezselyemet, és össze is azt betöltöm, akkor olyan, mint egy gödöllői töltött csirke. Senki nem veszi észre, hogy nincs benne kenyér. Csak ezt most nem akartam megmutatni, de majd legközelebb, ha jönnek, akkor más ételeket fogunk csinálni. Így. Na szóval. Minden elkészült. Maguk mázlisták. Először iszunk egy limonádét, jó? Úgy, ahogy megbeszéltük. Utána eszünk egy... Hagyjad meg. Nem mosuk le? Nem, kidobjuk. A földről nem mosunk le semmit, legalábbis ez az én heppem. És mindent azonnal ki kell dobni. Ha csak nem gyerek az ember, mert akkor mindent megeszik. 2 évesen valószínűleg nem érdekli. Na. A citrom, ugye tudtuk, halljuk ezt, hogy olyan anyaggal permetezik, ami mérgező, ez is igaz, de attól még, ha jól megmosák, nyugodtan reszeljék bele a süteménybe, mert körülbelül 600 kilót kell megnyalogatni, hogy mérgezzen. Na, és akkor benne van minden, és itt az eper. Így. Tető. Turmi. És limonáde. Azt te tudtad, hogy befolyik a latta? Így tudod a mai részt is csinálni. Köszönöm szépen. Az a kérés, hogy nézzék meg, így néz ki egy jó kis limonádé, és érdemes ezt barackkal bármivel megcsinálni, jó? És azt hiszem, maradt még pohár. Királyság, hadd nézzem. A poharat ne dobják el most már, mert ezután jó lesz sietni. Jól néz ki? Finom. És nem kell bele cukor, nem kell semmi, majd érezni fogja. Látok az inaktív. A társaságnak az a jobb hátsó sarka inaktív. A hölgy is mögötte az úr. Kóstolják meg, hát ennyi idő után már szomjassak. Gyerünk. Jó, akkor mondok egy jobb non-motivációt. Aki nem iszik limonádét, annak nem csinálok fagyit. Szóval itt ennek az a lényeg, hogy oda kell, hogy kapja, most mondja nekem Péter. Igen, mert ugye így lesz, ami benne van a gyümölcscukor, így lesz intenzíven édes. És ehhez az ételhez édes kell. Na. Hogy ízlik? Nagyon finom. Barackból, szilvából, de csak almából is. Figyeljék, például a gyerekek, ha egyszer megesznek egy almát, vagy kétszer, harmadszor már nem akarják. De ha különböző módokon elkészítik neki, például megsütik, és joghurtba teszik, például így beleteszik a limonádéba, akkor minden nap oda tudják adni azt az egy vagy két szem almát.
ott bukik meg minden program az almával Magyarországon, hogy azt mondják, hogy itt van, gyere, egyél almát. Jó, de basszus, 200 napot jár iskolába, minden nap egy almát nem fog megenni. Főleg úgy nem, hogy beleteszik egy hülye izébe, automatába, hát kit érdekel? De ha például így odaadják, vagy otthon a turmixba, a léalma, mert ezt a turmixot megcsinálják, és utána átszűri, csak lecsöpretetik egy pelenkán, akkor pont olyan színű almalé lesz egy idő után, mint a, amit kapnak a boltban. De azt inkább ne ígyuk meg. Mi? Nem annyira jó, nagyon tömény cukor. De most mondom, olyan színű. A gyerek azt teszi meg, amit ismer. Ezekre az ételekre mindre azt mondja, oda kaptam el? Nem, csak nézem meg. De kezdjük. Ez a lényeg. Ettől lesz édes, tudod? Na, és akkor lecsöpök az alma, egy kiló almából 7 deci alma léjön le. Úgyhogy érdemes ezt adni nekik, és abban a 7 deci almalébe bele turmik, belecsavar egy narancslét, akkor aztán igazi gyümölcslevet iszik. Tehát változatosan kell adni. Az mondjuk-e, hogy mondjuk az Egyesült Államokban vannak konkrétabb adatok, a gyerekkori elhízásért konkrétan a narancslé felelős, hogy az egyik legfontosabb faktor. Tehát azért, mert azt gondoljuk, tehát amikor elválasztjuk a rosttól a cukortartalmat, onnantól válik igazából tudományos szempontból problémása, úgyhogy ezt majd még egyeztetnünk kell Péterrel. Én azért azt gondolom, nem hogy... Nem kell egyeztetni, mert a narancslében rengeteg egészséges cucc van, és nagyon keveset használunk. Tehát az a vitamin mennyiség, meg az, és amennyit mi föl fogunk használni, az annyira kevés, hogy annyi kell. Jó. Csak a gyerekeknek otthon azért inkább egybe adjuk az De almát. Nem egyet adunk, hát bakker, azt mondtam, hogy az almaléhez teszünk 60-70%-hoz egy kicsi narancslé. De az almalé ugyanaz. Tehát ha már lé, az már nagyon, tehát hogyha rosttal együtt kell fogyasztani külön, az nettó cukornak számít. Jó, akkor adják úgy, ahogy látták. És akkor benne van a rost. Na, látják, az alma adja neki az édesítést. És ez ennek a desszertnek az eredeti receptje, hogy karamell kell alá. Most az almát karamellizáltam alá, és ahol édes van, oda mindig kell tenni egy kis savanyút is. Tehát itt a citrom, meg még egy. És a mérhetetlenül fúj kategóriás narancsot. Nem. Belecsavarom. Ezt azért csinálom, azt tudják, hogy a narancs meg a citrus az jót tesz a bőrnek. És azt is mondják, ha valamivel az ember leeszi magát, a narancslé kioldja, a citromlé kioldja. Na, ebben most van édes savanyú, még egy valami kell, hogy még intenzívebb legyen az íze, az pedig nem más, mint a, kinek van rá tipje? Hogy? Nem? Az elf. Erősebb le, azt akarom, hogy eperízű legyen. Na figyeljenek, bors! Minden gyümölcshöz teszünk borsot, higgyék el, fölerősíti az ízét. Nem sokat, csak egy keveset, mert ez nem egy borsostokány, de nézzék meg, látszik, hogy megy bele. Így. És akkor ez most 6 főjön. És addig, amíg az elkészül, addig elkészül, azt kérem, egy adag fagyi. Jó? Hát inkább úgy mondanám, hogy igazándiból a fagyi az a Rómából származik. A rómaiak levermelték a jeget, nyáron összetörték, és mindenféle gyümölcs sűrítményeket öntöttek rá, és azt nyalogatták, ez a fagyi őse. Amit most én itt csinálok, ez tulajdonképpen egy szorbé, a fagyasztott gyümölcsöt turmixolom össze, ugye? Az eper, ez vincsi cucc, és ez nagyon király. Kell bele a bors,
Szokásos módon kell bele egy kis narancs, mert ugye ez olyan fagyos, hogy nem lesz leve. Így beletehetem. Hajrá! Nem, ez tényleg nagyon fontos, hogy ez a rosttal együtt van. És teszek bele, hát most már csak egy fél citromot. Ennyit számít a rost. Aha. Na. Ezért mondjuk azt egyébként, hogy nem kell 160 g szénhidrátot feltétlenül számolni. Sokkal egyszerűbb az, hogy külön finomított cukrot, keményítőt ne fogyasszon valaki, és akkor a rost tartalmától el nem választott cukorba, hát hogy kivéve persze nagyon nagy cukortartalmú gyümölcsöket, mint például a dinnye, szőlő, ezeket nyilván nem javasoljuk, de ezt leszámítva sokkal megengedőbb lehet az ember. A kérdés a banán volt, hogy mehet-e az is, mert hát eléggé hiszdal az is, de viszont nagyon jó a tápértéket, meg a kálium tartalma. Kétség kívül magasabb a cukortartalma a banánnak. Cukor manifest diabétesz esetén azért azt mindenképpen számításba kell venni, tehát konkrétan számolni kell, de mondjuk inzulin rezisztenciánál én azt szoktam javasolni, hogy nyugodtan legyen az illető banán. Sokkal inkább banán tegyen, mint hogy bármit, ami cukros vagy édesítőszeres. Az a tapasztalat, hogy nem nagyon lehet tartósan sok banán tenni. Tehát egy-egy banánt, hogyha valaki megeszik, de azt mondjuk, hogy napi egy kiló banánt szabad enni, csak kérdezem, valaki az elején hajlamos cukorpótlékként, de mondjuk heteken keresztül biztos, hogy nem tudja, fülé jön ki. Tehát az a tapasztalat, hogy ami egyébként nem konyhatechnológiák nincs módosítva, önmagában szabad. Azt kell mondanom, kivéve a diabétesz. A napi egy kiló banánról csak egy példabeszédet, nem egészségügyi, de jó. Az inkáknál a liba volt a legmegbecsültebb állat. És a nagy nemes urakat úgy végezték ki, nem öltök meg, nem bántották, bezárták egy helyiségbe, és minden nap ugyanazt a liba ételt kapta. És elég hamar ilyen halt mellette. Úgyhogy nyugodtan lehet enni egy kiló banánt egyszer-kétszer, utána egy pár hónapig nem is akar ránézni sem. Igen. Szerintem. Kicsit többet tettem bele a kelleténél. Na, azért elmondom, nem a gép a rossz, hanem itt négy kés van benne, és olyan gyorsan forog, egy rendes Turmix 2500-at forog, ez 10200-at. Tehát azt az egy valamit egy perc alatt 40000-szer vágja el. Ezért, ami ebben készül, borzasztóan intenzív ízű. Csak most túl sokat tettem bele, és a fagyi miatt ragad, a hideg miatt ragad, ezért egy kicsit rángatni kell, de az nem érdekes, nem árt neki. Azt akartuk. Ezt még sose láttam, hogy ezt így. Ez csak egy barbár szakát csinálja, de nincs ideje vacakolni. Na mindegy, drágáim, olyan nagy gond nincs. Egy kicsit darabosabb marad, de nagyjából így néz ki, jó? Ugye? És ebben nincs zsír, nincs semmi. A szintiszta gyümölcs, le lehet fagyasztani, akkor lefagyasztják, amikor előveszik újra egy kicsit a turmixba bele, azt hajrá. Ingyen nem dolgozom, ez az enyém. Na, kóstolják meg. Jobb lenne egy kis mézzel, de így is nagyon finom. Vár, tányérra adja, mindegy. És közben kóstoljuk meg ezt az epret is, ugye, ami almával készült. Gyere, kóstold meg te is. Kibaszott finom. Ezt is osztani kell. Gyorsan nyomjuk, mert akkor én csinálom a következőt. Kérem tisztelettel, a mai napi bemutató arról szól, hogy Richard ennek a témakörnek a szakértő kutatója, és nagyon sok ember gyógyított meg azzal, hogy beállította a bélflóráját.
én azért vagyok itt, hogy amit ő mond, azt alátámasszam példával, azzal a példával, hogyha valakinek azt mondják, hogy diétázni, illetve speciális étkezést kell folytatnia, azért az nem kell, hogy megvonja magától az ízeket, és nem kell, hogy megvonja magától a mennyiséget. Viszont tudni kell, hogy mit miért. Én azt köszönöm, hogy eljöttek, tök jó, remélem máskor is jönnek, ebből mi folytatást szeretnénk, és azt szeretném mondani, hogy itt vagyunk a Spring Day-ben. Képzeljék el, hogy kaptam egy órát, és azt most oda teszem a géphez, és az megmondja, meg megmutatja, hogy mit kell csinálni. És egyébként most éppen 132 kiló vagyok, és remélem, hogy sikerül lemennem még egy 15 kilót, és ez nem másnak köszönhető, mert az étkezés a lényeg, de mozgás nélkül nem megy. Viszont azt is tudni kell, ha sokat mozognak, és nem megfelelően esznek, akkor is hízni tudnak, mert a mozgástól csak éhesek lesznek. Nyilván ez nem a fiatal emberekre szól, hanem az én korosztályomra, mert én már nem szaladgálok össze-vissza. Na, további, Richard, mondasz még te? Igen, hát itt tényleg a 2012-es év egy mérföldkő volt az orvostudomány történetében, amikor ezt a humán mikrobiomot meghatározták, és kiderült, hogy milyen mértékben befolyásolja például a testsúly szabályozást a bélflóra, és amit Péter mond, az teljes egészében ezt alátámasztja. Egyébként a mozgás a barrierek képessége szempontjából nagyon fontos, és a bélflóra regeneráció és megújulása szempontjából, és mindaddig az egészen jól követhető, amíg ezt meg nem tudjuk oldani táplálkozásra. Mi azt tudjuk javasolni a pácienseknek, ne is kezdj el először mérni a súlyát, ezt az étrendhez próbáljon hozzászokni, azt a hosszú távon tartható és boldogságot is okozó étrendet alakítsuk együtt ki, ami tényleg éveken keresztül tartható volt, és hát Péter ebből a szempontból is abszolút minta, hogy évente mondjuk reálisan lehet fogyni 10 kilót, ez az átlag, annál többet, hogyha valaki hirtelen így lecuppant magáról 20-30 kilót, az általában nem szokott tartós lenni. Tehát azt a diétát kell megtalálni, amivel a bélflóra regenerációja teljes mértékben megoldható, és utána gyakorlatilag nem is tehet róla az illető, és nagyjából havi 1-1,5 kiló le fog róla olvadni. Tehát nem, és ez nem gyorsabb, nem lassabb, szép lassan alakul át, viszont az tisztán zsírból tud megtörténni. Még annyit, ha szabad hozzátennem, a legfontosabb, ha megtalálják a bélflórát, ha tudják a diétát, nekem van másik doktorbarátom is, aki fogyidoki pszichotomi, tehát ő egy pszichológus, és ő azt mondja, hogy 4 hónap kell, míg az ember fejben át tud állni erre a teljesen új életre. Mi meg azt mondjuk, hogy ez a 4 hónap az, amíg a bélflórája átáll, és ahogy az elején mondtam, az döntően meghatározza azt, hogy mit szeretünk enni. Tehát amit a kollega úr mond, ezt azt gondolom, hogy ezek a típusú kutatások is alátámasztják, és annak a mechanizmusa, tehát ez konkrétan a bélflórán keresztül, annak a változásán keresztül történik. Igen, és tulajdonképpen ennyi az egész. Az, hogy kisgyerekkorban mi a cukorka, azt a szülő mutatja meg a gyereknek. Van olyan barátom, aki a gyerekének cukorka helyett olivabogyót adott. És 10, amikor az iskolába vagy az oviba ment, akkor ismerte meg, hogy mi az, hogy cukorka, de nem jött be neki annyira, és továbbra is, hogyha ő nagyon finomat akar, akkor olivabogyót kér. Tehát ennyire fontos az, amire... Ezt nem tudom, hogy ez mennyire reprodukálható, mert az, hogy evolúciósan nagyon konzervált a zsírokhoz is, és a cukrokhoz annyira való annyira reprodukálható, hogy bemutatom neked, a kislány most már 20 éves. Hát jó, de azt reprodukál, az azt jelenti, hogy 10 gyereknél, mind a 10-nél működne, de érdemes megpróbálni, az jó. Biztos, és azt, hogy egyébként nekik is ugyanaz van, tehát hogyha amit esznek, azt fogják inkább kívánni. Van még fagyi, vagy csináljak még egy fagyit, megeszik? Nem? Na. Hogy? Mindenki őrizze meg a poharát, vagy tányérból fagyizik. Drágáim,
azt szeretném mondani, ha még nem mondják az én kappa hangomat, ha van valakinek kérdése tudományos dolgokról, Richard, főzésről én, és hogyha élelmiszer alapanyagról, akkor Emese, mert Emese a mi kis... Nem kis. A mi kis... Csodálatos, diadetikusunk. Jó, de hogy mondjuk, együtt. A mi óriás, hát nézd meg, Vici. Tehát a mi kis gyönyörűségünk, javulj. Ugye, aki nem utolsó sorban dietetikus. Tehát akkor várjuk a kérdéseket. Tökre olyan, mint egy úttörőtábor, senki nem kérde, csak legyen már vége. Viszlát.